Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit az FX Robot Crypto YouTube csatornáján. Ebben a videóban meg fogjuk nézni a My Ethereum Wallet Connect-et, és hogy milyen egyszerűen tudtok egy My Ethereum Wallet-et létrehozni a mobiltelefonotok segítségével. Ha érdekel ez a videó titeket, mindenféleképpen tartsatok velem! Hello! Szóval akkor lássuk is, mi kell hozzá. Kell hozzá egy mobiltelefon, lehet iPhone, vagy esetleg egy androidos készülék, és megkeressük magát az applikációt a My Ethereum Walletnek, ezt pedig úgy találjuk meg, hogy fölmegyünk jelen esetben az App Store-ra, és beírjuk, hogy My Ethereum Wallet, és kidobja ezt, hogy My Connect. Ugye mi ezt keressük, ezt a My Connect applikációt, ezt le is töltjük nagyon egyszerűen a telefonunkra, mint említettem, elérhető Androidra és iOS-re is. Nekem a telefonomon már fönn volt az applikáció a rendes telefonomon, és ezért most erre a második telefonomra is feltelepítem. Ahogy feltelepítettük, megnyitjuk az applikációt, és mi fogad minket, hogyha elindul az applikáció, ez, ugye, látjátok itt is, látjátok a kamerában, látjátok a telefonomon is, ez fogad minket, és igazándiból nincs más dolgunk, mint Create New Wallet. Arra rákattintunk, és itt meg kell adnunk egy kódot. Ezt a kódot úgy adjátok meg, hogy ez lesz a kódja az applikációtoknak, ennek a My Ethereum Walletnek, ez lesz a kódja. Megadunk egy kódot neki, és megnézzük, hogy mit lehet csinálni vele. Kitalálunk egy jó bonyolult kódot, amit nem felejtünk persze el, mert ez lesz az applikációnak a kódja. Rámegyünk a Next-re, és még egyszer ugyanezt beírjuk. Az a lényeg, hogy mindig olyan kódot használjatok, ami nem felejthető el, hiszen ez lesz az applikációnak a kódja. Most jelenleg ugye generálja nekünk ezt az applikáció, ezt a walletet, és utána el is érhetjük már a walletünket. Kész is van, rajt van, hogy Start Using New Connect, My Ethereum Wallet Connect. És ugye itt látjátok, hogy el is indult nekünk ez az applikáció, vagy itt kigenerált nekünk egy random walletet. Látjátok, hogy ez a Your Public Ethereum Address, így ha rákattintunk, mutatja a QR kódját is. És ez egy ERC20-as wallet, ugye bármilyen ERC20-as tokent lehet rá küldeni. Itt a copy-val ki lehet másolni, a share-rel meg lehet osztani, de maga ez a cím, látjátok alul, ez a cím az Ethereum walletünknek. Ez egy ERC20-as wallet, még egyszer mondom. Hogyan tudjuk összekapcsolni ezt a walletet a számítógépünkön a My Ethereum wallettel? Ezt is rögtön megnézzük, nem is bonyolult. Fönn vagyunk itt a My Ethernek a honlapján, ez ugye egy megújult honlap, de át lehet váltani a régi honlapra is. Itt alul látjátok egyből, hogy van Create New Wallet, vagy pedig 500 My Wallet. Rákattintunk erre a másodikra, és itt látjátok, hogy New Connect, My Ethereum Wallet Connect. Rákattintunk, és ki is ad egy QR kódot. Na most a telefonunkon ugye látjátok középen, hogy Scan to Connect. Rákattintunk a Scan to Connect-re, leokézzük, és egyszerűen beolvassuk ezt a QR kódot. Miután beolvastuk ezt a QR kódot, látjátok ti is, hogy a számítógépen belül is beléptünk ugye a My Ether walletünkbe, és innentől kezdve már, hogy ugyanúgy konfigurálható, ahogyan eddig csináltátok a számítógépen, de a telefonotok segítségével bármikor el tudjátok érni, innen tudtok utalni, ide tudtok fogadni. Remélem, hogy tudtam nektek segíteni ezzel a kis telefonos applikáció bemutatásával, és ha tetszett a videó, egy lájkot ne felejtsetek el, ha van egyéb kérdésetek, tegyétek meg alul a komment szekcióba. Ez egy rövid videó volt, viszont a következő videóban mindenféleképpen találkozunk még a héten. Sziasztok! We'll be right back.